Gulácsi Péter 25 millió forintos felajánlása után Mesut Özil is a kazincbarcikai Zsombinak próbál segíteni. A világbajnok német labdarúgó a közösségi médiában úgy fogalmazott, idézem, a világot jobbá tenni nem egy személyes feladat, kezdjük azzal, hogy segítünk ennek a kisfiúnak. Zsombi történetéről híradónk már többször is beszámolt. Ő az az egyéves kisfiú, aki egy ritka betegségben, gerincvelői izomsorvadásban szenved. A speciális gyógykezelést a magyar állam nem támogatja, ezért a fiú szülei már hónapokkal ezelőtt gyűjtésbe kezdtek. A különleges gyógyszer ugyanis, ami egyben az életet is jelentheti, 730 millió forintba kerül. Zsombinak szeretettel, ez áll azon a mezen, amit Gulácsi Péter a magyar válogatott kapusa ajándékozott a kazincbarcikai Zsombinak. Az SMS kisfiú szülei a jótékony kapustól az ajándék mellé 25 millió forintot is kaptak. Fél évente, évente, hogyha ha bárhol is nyilván kisebb-nagyobb módon, de segíteni tudunk, az nekünk is egy olyan extrát tud adni, illetve nyilván ahol segítünk, az pedig különbséget tud majd jelenteni. Bízunk benne, hogy most itt a Zsombi kapcsán is ezzel a kis lépéssel, amit sikerült esetleg itt tenni, még több embert ösztökélünk arra, hogy ők is segítsenek. Gulácsi a magyar válogatottban való szerepléséért járó prémiumát ajánlotta fel. A kapus célja a segítségnyújtás mellett a figyelemfelhívás, azóta is ezen dolgozik. Akciójáról már a külföldi sajtó is beszámolt. Németországban egyébként az állam támogatja azt a típusú gyógykezelést, amire Zsombinak lenne szüksége. Gulácsi Péter arról is beszélt, hogy a külföldi sportolókhoz hasonlóan ő is fontosnak találja, hogy rendszeresen jótékonykodjon. Zsombi esetében pedig egyéb más tényezők is számítottak. Itt azért az SMA1-es gyerekeknél tudni kell, hogy nem csak az a lényeg, hogy meglegyen a kezelés, hanem minél hamarabb legyen meg a kezelés, hiszen ugye itt egy elég súlyos betegségről beszélünk, és az idő is számít. Ezt a Zsombiról készült fotót már az Arsenal német középpályása Mesut Özil tette közzé Gulácsi felhívására. Özil posztjában azt írja, mind tudjuk, hogy a világot jobbá tenni nem egy személyes feladat. Kezdjük azzal, hogy segítünk ennek a kisfiúnak, minden felajánlás számít. Zsombi anyukája először el sem hitte, hogy az ő kisfiúkról van szó. A Gulácsi Peti szólt nekünk, hogy kitett minket Özil. Utána már jobban megnéztem, hogy miről van szó. Mutattam a férjemnek, és ő egyből tudta, hogy miről van szó, mert ismerhet, neki követi Instán, és akkor jöttünk rá, hogy ez Özil, mert hogy más néven van. Úgyhogy utána már mi is kitettük mindenhova, tehát megköszöntük Facebookon, Instán, történetbe, az eseményes csoportba, tehát így mi is megköszöntük ezt a megosztást, mert ez óriási dolog. A kazincbarcikán élő egyéves Zsombi az SMA legsúlyosabb egyes típusában szenved. A világ egyik legdrágább gyógyszere segítene, hogy teljes és hosszú életet élhessen. Múlt csütörtökön Gulácsi felajánlása után 256 millió forintnál járt a gyűjtés, azóta pedig már a 270 milliót is meghaladja az eddig összegyűlt pénz.